Kedves nézőink, a következő bő egy órában Napjaink című közéleti magazinunkat látják, melyben elsőként a bói katolikus templomba látogatunk el, ahol karácsonyi hangversenyre került sor. Karácsonyi hangversenyre került sor a bói katolikus templomban. Mindez egy szép hagyományokkal rendelkező, ünnepek előtti kiemelt rendezvény és igen közkedvelt kulturális esemény a kisvárosban. Ebből a zeneiskola diákja és tanárai mellett a gondozási központ kórusa, a bói vegyeskar és az ITB zenekar egyaránt kivették részüket. Általuk igen tartalmas és nívós volt az ünnepi műsor, kiválóan szolgálva a lelki ráhangolódást az idei karácsonyra. Polgármester úr, sokadik koncertjét élte már meg ebbe a bói templomba, azt hiszem, hogy ezek az alkalmak mindig meghittek és szíves szólóak. Valóban így van, és nagyon is készülünk rá, hisz ez hozzátartozik nálunk a karácsonyhoz. Karácsony előtt már egy hónappal készül a vegyeskar, gyakorol, azért arra, hogy ilyenkor egy csodát kis koncert keretében ő is felkészüljön a karácsonyra. Persze ilyenkor, amikor dalokat válogatják, azt hiszem, hogy autentikus dalokat kell találni. Vagányné Máté Márta ezt azért megteszi a kórus helyett is. Mindig úgy szívhez szóló csomagot hoz magával? Hát igen, és hát természetesen miután templomban énekelünk, azért nem csak hogy a karácsonyhoz illőt, hanem a helyhez illő számokat is kell énekelni. Azért néha belakunk egy kis dzsingliben most, de alapvetően egyházi énekekkel készülünk, és egy igazi karácsonyi milliót szeretnénk teremteni, tehát egy olyan hangulatot, hogy ne csak az ének szóljon úgy, hanem mindenki érezze, hogy jön a karácsony. Ez egy szívfeszóló alkalom, és hát büszke lehet a város polgármestere, hogy ennyi tehetséges zenész, énekes van ebbe a kisvárosban, hiszen közel másfél órás programot lehet összeállítani. Hát valóban nagyon büszke vagyok, és tegnap ugye meghallgattuk az iskolának, a zeneiskolának a hangversenyét is, hát én úgy gondolom, hogy igazán szép teljesítmény mindenkitől, itt is ma még többen is lehetnék, másfél óránál többet azért talán nem élik egyszerre feltartani a közönséget, de én úgy gondolom, hogy valóban nagyon sokan vannak, akik valamilyen módon hódolnak a zenének, az éneknek, a dalnak, hát nagyon büszke vagyok valóban. Ezek az alkalmak valóban ráhangolnak a karácsonyra, ön is úgy érzi, hogy most már az elcsendesedés ideje van? Hát bízom benne, mi legalábbis így akarjuk, így szeretnénk, és szerintem ilyen szívvel jövünk ide a oltár elé, ide az énekar, ide a közönség elé, bízom benne, hogy mindenki így is érzi. Bói vegyeskar karnagyát arról fogadnám először is, hogy milyen volt most a koncert, milyen volt 10 vagy 20 évvel ezelőtt, változik-e a felkészülés, a hangulat egy ilyen adventi koncertre? Igen, nagyon sokat változik, azért mert egyre kevesebben vagyunk, és telik az idő, telnek az évek, a hangunk meg már nem a legtökéletesebb. Ugye amikor elkezdtük, akkor szerintem voltunk vagy 30-an, tele voltunk élettel, sokkal fiatalabbak voltunk,
nagyon szép darabokat tanulunk, de olyan nehezeket, mint mondjuk 30 éve tanultunk, már nem tudunk, mert nincsenek meg azok a hangi kvalitások. De a gyönyörű szép dalok azért előkerülnek ilyenkor is, amelyekből szívből szólnak, és hát azok a hangszálak azért még működnek itt az énekkel. Persze, olyan dalokat választunk, amiket ők is szeretnek, és amiket el is tudunk énekelni, tehát olyan hangfekvésben választok dalokat, ami nem túl magas és nem túl mély. Megható dolog egy templomba énekelni, kiváltképp a Bohiba? Igen, ennek a templomnak csodálatos akusztikája van. Nagyon sok jó élményünk van itt, emlékszem rá, hogy nagyon sok kórus volt itt. Volt olyan év, amikor az olaszokat fogadtuk, és itt az oltár előtt álltunk, mert olyan sokan voltunk. Ezekre nagyon, nagyon büszkén emlékezünk. A végén jött a közös éneklés, a Stirenakt, azt hiszem ez már mindenkinek szívből jött. Igen, ez egy régi hagyomány. És ugye a szöveg, a magyar szöveg az nem teljesen az, amit megszoktak a bói emberek. Egy nagyon értelmes költő, zeneszerző, műfordító ember, dr. Varga Karcsi bácsitól kaptuk ezt a szöveget, és azt mondta, hogy ezzel énekeljük, és azóta bójban mindenki ezt a szöveget használja. Nagyon szép karácsonyt nektek! Köszönöm szépen, mi is áldott békés karácsonyt kívánunk Bói lakosságának. Mikor egy ismeretlen csillag gyúlt az égen. Szép, nagyon szép volt, biztató hallán volt a messzeségben. Vég, boldog végén, és új remét választott szerte szép. Ez alkalommal is fellépett természetesen az ITB együttes, és hozta a szép karácsonyi szívhez szóló énekeket. Azt hiszem, hogy neked kivált kép örömteli ebbe a templomba megszólalni, zenét prezentálni, hiszen te kötődsz ez a templomhoz ezerről. Igen, valóban. Én már 21 éve itt vagyok kántor, úgyhogy ennél hazaibb pálya nem létezik. Ismerem a templom akusztikáját, minden rezdülését. Nagyon jó itthon lenni, és nem csak a falak miatt nyilván, hanem az itt élő emberek miatt is, akik nagyon különleges, figyelmes közönséget alkotnak, és értő közönséget. Mert jó átélni azt, hogy nem csak felfogják, hanem át is érzik azt, amit mi énekelünk. Elhoztátok magatokkal a közismert régi szép énekeket, de hoztál újat is, a három királyokról hallhatunk majd dal. Igen, kétségkívül elkezdtünk készülni egy új CD felvételére. Bízunk benne, hogy ez legkésőbb jövő nyár magasságában elkészül, és mire jövőre ősz lesz, meg advent lesz, addigra egy új CD-vel lemezt állhassunk elő. És készülnek erre új dalok is nyilvánvalóan. Az egyik ez a Három Királyok című szerzemény, amely ma este elhangzott, szerintem a közönség tetszésére. Biztos vagyok benne, hogy hitoktatóként, zenészként ez egy nagyon sűrű időszak, ugyanakkor az elcsendesülés szolgálja, nektek pedig egy szolgálat, hiszen az embereket hozzásegítitek ehhez az átálláshoz. Hát ebben nehéz egyensúlyt találni, valóban sok a szolgálat, ilyenkor elég sok felé hívnak bennünket, akik az év többi részében minket elfelejtenek, ilyenkor valahogy eszükbe jutunk és invitálnak, mi örömmel megyünk persze mindenhova. Nem olyan régen Nagy Nyáradon muzsikáltunk, most pedig itt a Bói templomban voltunk, mind a kettő örömteli alkalom volt. Persze nagy családos édesapaként már nagyon készülsz te is a karácsonyra, hiszen annál szem nem lesz, amikor az asztal mellé leül a nagy család.
Hát az egész advent erről szól, hogy igyekszünk készülni, hogy egyre több gyertya a koszorún meggyullad, most már lassan a harmadiknál tartunk, és hát idén rövid az advent, amelyik napon az utolsó gyertya is meggyullad, aznap este már szent este lesz. Nagyon várjuk, készülünk rá. És végül a szervezővel beszélgetünk arról, a műsor vezetővel, hogy milyen jó dolog látni ezt a bói egységet. Én szoktam volt mondani, hogy vál-vál vetve bói egy-egy ilyen alkalommal kivált kép, hogyha mindenpre készül. Én azt gondolom, hogy igen, innen szemből egészen másképp látszik a konferáló helyéről, és olyan szerencsésnek mondhatom magam, hogy láthatom és hallhatom az összes műsorszámot, és azt gondolom, hogy tényleg egy egységes, szép műsor jött össze ma este. Nem tudom, mennyire vagy vizuális alkat, hogyha fölolvasod azt, hogy éppen ki fog következni, akkor egyből pár képet biztos társítasz hozzá, nagyon szép emlékeket, kivált kép, hogy kiváló zenészekről, énekesekről beszélhetünk. Igen, én nagyon vizuális alkat vagyok, és szeretem látni az arcokat hozzá, és azt láttam, hogy mindenki teljes lelkével szerepelt ma este. És persze láttad a közönséget is, akik megtöltötték a bói templomot. Ez egy igazi ünnep volt, egy ünnepi ráhangolódás. Ez egy igazi ünnep volt, és a zene valahol mindig olyan mély lelki húrokat tud megpendíteni, ami látszik a közönségen is. Persze szerepeltél is az ETP zenekarban, hát Tamással együtt, a csapattal együtt, szerintem ez a legizgalmasabb időszak nektek, hiszen templomról templomra jártok. Igen, bár sokat vagyunk művelődési házakban, és nekünk is ünnep egyébként otthoni pályán, hazai pályán énekelni, kivált kép itt a bói katolikus templomban, mindig olyan megható és szép, és ma különösen szép volt, hogy Kész Andris Németországból hazaérkezett, és meglepett bennünket a jelenlétével. Együtt volt szinte a kis család, ugye? Mert ez egy családnak is tekintett ez a zenekar. Hát nagyjából egy családi, baráti zenekar együttes, és mindig, ha valaki hiányzik, nagyon hiányzik. Nagyon szép ünnepet nektek. Mi is nagyon szép ünnepet kívánunk minden nézőnek. A zene és a dal által igazán magasztos hangulat költözött a bói templom falai közé. Az adventi várakozás a koncert által is meghitt és ünnepi volt bójban. A babarciak templomi ünnepén zenészek, táncosok és énekesek is szerepet kaptak. Persze a betanított karácsonyi gyermekjáték ezúttal sem maradhatott el. Thank you.
adventi koncert és meglepetés program várta a babarciakat a katolikus templomban. A Boi, a Szederkényi és a babarci kórusok mellett hagyományosan a fúvózenekar is szerepet kapott az ünnepi műsor során. Emellett, mint egy feltéve a koronát az ünnepi együttlétre, a magyar-német baráti kör Chris Kinderspiellel, azaz karácsonyi gyermekjátékkal örvendeztette meg az ünneplőket. A német önkormányzat elnöke és a gyermektáncosok vezetője értékeli a látottakat. Amikor a kórus ugye megalakult, a Szivárvány kórus, akkor itt a környező falvakban már működött ez, hogy adventi koncerteket adtak a kórusok, illetve templomokba szervezték meg egy-egy advent vasárnap, és akkor határoztuk el mi is, a német önkormányzat, hogy mi is megpróbáljuk, hogy valószínű nekünk is össze fog jönni, a környező településeknek sikerülnek ezek az összejövetelek, akkor valószínű nálunk is. És akkor így kezdődött, hát ez több mint 10 éve már, hogy minden évben megrendezzük, és advent harmadik vasárnapja a babarci. Mondhatjuk, hogy a térség legtöbb kórusa már megfordult itt az adventi forgatagban? Igen, tehát sok kórust nem tudunk meghívni, mert akkor nagyon hosszúra nyúlik, de minden évben igyekszünk más-más kórust hívni. Aki úgy általában szinte minden évben itt van, az a Szederkényi kórus, oda mi is mentünk minden évben, de voltak környékbeli kórusokra gondolok természetesen, a liptódiak voltak már nálunk, láncsókiak, Nagynyárád, Bój, Szederkény, úgyhogy innen a környékből hívjuk a kórusokat. Milyen hangulata van az adventnek így a templomban? Hát nagyon meghitt hangulata van. Eleve a kórusok is olyan dalokat énekelnek, amíg az emberek szívét, lelkét melengítik, és hát ez egy felkészülés időszaka tulajdonképpen, és ez az emberekre is kihatással van. Aztán van nekünk itt Babarcon még egy nagyon jó kis zenekarunk, akik szintén most már egy néhány éve színesítik ezt a programot. Az idén ők zárták a Chris Kinderspiel előtt a programot, tavalyi évben ők nyitottak, amióta a Balázs van, tehát most második éve ők is rendszeres résztvevői ennek a programnak. Beszéljünk akkor a sváb Betlehemesről. Milyen hangulata van ennek? Mennyire foghatok a gyerekekbe ebbe a történetbe? Szerintem a gyerekek szívesen vettek részt ebben, de erről majd a Niki tud többet mondani. Én ezt az anyagot hát több mint 20 éve gyűjtöttem. Ez egy liptódi Betlehemes játék tulajdonképpen. De Babarcon laktak, éltek azok a liptódi nénik, akik nekem még ez a kis kazetta, magnó kazettára felmondták a szövegeket, és a dalokat felénekelték, és én abból írtam le ezt annak idején, és tanítottam be gyerekeknek. Akkor viszont még volt felső tagozat, úgyhogy nagyobb gyerekek is szerepeltek, most viszont a kicsik
kicsikkel oldotta meg a Niki, nagyon ügyesen, én örültem neki, hogy előkerült újra ez a kis jelenet. Fontos feladat a német önkormányzat, nagyon, akár ilyen jeles ünnepekkor, de ugye a település napjain megmozgassa egy kicsit az embereket, és odafigyeljen a hagyományőrzésre? Természetesen ez az elsődleges feladatunk, hogy a régi hagyományokat, a szokásokat, azokat megtartsuk, felkutassuk és felelevenítsük, és természetesen a közönség elé hozzuk. Látva itt a közönséget, javarészt babarciak voltak, vagy azért a térségből is érkeztek érdeklődők? Elég sok érdeklődő volt az idén is már erre az adventi koncertre. Környező falvakból mindenhonnan voltak, Bolyról, Szajkról, Nyárádról, Mohácsról, vidékiek is megjelentek. Neked melyik produkció tetszett a legjobban, melyik dobogtatta meg a szívedet? Mivel ez a Christkindlespiel, ez nekem is annak idején szívügyem volt, ezért én ennek örültem a legjobban, bár a kórusok is egytől egyig jó színvonalon szerepeltek, szép műsor volt, de az a néni, aki annak idején nekem felénekelte, és a szöveget is rámondta a kazettára, az ott ült mellettem, és azt mondta, hogy tudod, mindegyik szép volt, de a legszebb a Christkindlespiel volt. Azt már el is hangzott, a magyar-német baráti kör táncsoportja is kivette a részét a mostani rendezvényből. Hát nagyon jó hangulatú volt ez a rendezvény, de a gyerekekre nagyon sok szülő és nagyszülő jött el, hogy megnézze őket. Így van, örültünk neki, hogy idén is színesítettük a programot a Babarci adventi koncerten a babarci gyerekekkel. Valójában ők a magyar-német baráti kör gyermektáncsoportjának a babarci gyermekei. Ők a helyiek, és azért, hogy a Bavatszer Christkindlespielből egy igazi Bavatszer Christkindlespiel legyen, ezért akkor úgy egyértelműnek tartottuk a szülőkkel együtt, hogy babarci gyerekek szerepeljenek ebben a darabban. Maga a szereposztás ilyenkor hogy történik? A gyerekek jelentkeznek, vagy te találod ki, hogy ki mit játszott? Hát, megkérdezem őket, ha tanácstalanok, akkor természetesen én osztom ki, de például Mária és József szerepére ők maguk jelentkeztek. Azt hiszem, hogy nagyon sok szív dobbant meg így a produkció közben, nagyon ügyesek ezek a gyerekek. Sok gyakorlás, sok munka van ebben? Sok munka volt ebben, az előkészületekben mindenképp, főleg, hogy ezt a darabot egy kicsit átírtam, igazából a nyelvezetét egy kicsit megvariáltam abból a szempontból, hogy a gyerekeknek könnyebb legyen megtanulni, és abban viszont sok munka volt, de a betanulás az jól ment, ez javarészt a szülőknek köszönhető, hiszen minden gyermeknek a szülője beszéli a német nyelvet, és ezáltal ők segítettek nekik otthon tanulni, tehát így nekem a próbákon igazából csak a különböző helyzeteket, mozgásokat kellett velük megbeszélni, a szöveget már szinte tudták, amikor jöttek próbára. Three, two, one, and go.
Lehet, hogy így a tánc együttesen kívül egy kis színjátszó csoport is elindul a jövőben itt Babarcon? De ebben még nem gondoltam bele. Nekik tetszik ez a szereplés dolog, hogy egy kicsit más jellegű, mert itt azért már beszélni kell, itt énekelni. Nyilván a táncban is van ének, de oda általában a zenei kíséret szokott párosulni. Tetszett nekik, úgyhogy el tudom képzelni a jövőben. Persze nem csak szereplők voltatok, hanem nézők is. Láttátok a többi produkciót, és neked mi tetszett leginkább? Hát a kórusok közül nyilván mindegyik kórus meg tudnám említeni, hogy gyönyörűen játszott. Én az idei évtől már a sok-sok elfoglaltságom miatt nem lehettem a zenekarban, hiszen én már nem zenélek, de kívülről hallgatni azt a zenekart, ahol éveket eltöltöttem, hát libabőrös voltam végig, úgyhogy csodálatosan szólt, úgyhogy a zenekar. Ez egy furcsa helyzet azért, ugye? Nagyon furcsa volt, de egyben nagyon jó érzés volt kívülről látni ezt. Összességében ez egy igazi adventi ünnep volt, tehát méltó Babarchoz? Természetesen nagyon színvonalas műsor volt, de ez amennyi emlékem ebből az egészből van, tehát itt az elején is beszéltük, hogy kicsi korom óta részt veszek az adventi koncerten, mindig színvonalas, tehát hogy mindig nagyon felkészült kórusok jönnek, a zenekar is mindig ugye hozza a színvonalát. Mi a gyerekekkel is igyekszünk azért megadni a módját, mint népviselet, tehát öltözet terén, akár a felkészülésben az eszközök autentikusak legyenek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenki ügyel arra, hogy ez egy gyönyörű és csodálatos vasárnap legyen. És méltó ráhangolódás a nagy ünnepre, ugye? Így van, a gyerekek részéről is azt mondhatom, hogy ez egy nagyon jó kis program arra, hogy ők is várják a Jézuskát. Szép ünnepet kívánunk minden Babarci kisgyermeknek is, add át légy kedves az üdvözletünket, és hát nagyon szép karácsonyt és boldog új esztendőt mindenkinek. Köszönöm szépen, át fogom adni, és viszont kívánjuk. Yes, gehen wir weiter in anderen Ort. Yes, wünschen wir alle gute Nacht. Lelket melengető hangulatban telt az idei Babarci templomi koncert, sok örömteli percet szerezve a vendégek sokaságának. A műsor után adventi forgatag várta a templomból kivonulókat. A szederkényi nyugdíjasokat szép karácsonyi műsorral és ajándékcsomaggal várták advent utolsó hetében. A rendezvényen mi is ott jártunk. A Szederkényi Nyugdíjasok Egyesülete idén is nívós programmal búcsúztatta az óévet. Karácsonyi műsorokban szerepet kaptak színjátszóik, táncosaik és dalnokaik. Ünnepi köszöntőt Tukacs András elnöktől, illetve a község vezetőitől hallhattunk. A színpadon ott ragyogott a mindenki karácsonyfája, jelezve az ünnep közelettét, jelképezve a helyet foglaló közösség összetartozását. Mindig örömmel jövök ide, ez a nyugdíjas közösség Szederkényben, azt gondolom, hogy extra, mind létszámban, mind aktivitásban, mind a műsor színvonalában méltó módon tudják ők megünnepelni a karácsonyt. Hallhattunk itt verset, színjátszó szakkör két darabban lépett fel most a nyugi buli, úgyhogy egy színes, színvonalas karácsonyi műsort láthattunk. Mi az ő sikerük titka? Mitől ilyen aktívak? Én azt gondolom, hogy az ő titkuk az pont a közösség ereje, amit Szederkényben továbbra is próbálunk erősíteni. Ennek egy elég komoly bástyája a Nyugdíjas Egyesület. Szerencsére több ilyen egyesületünk van, és amikor ezek az egyesületek szinergiában vannak és összefognak, akkor mutatkozik meg igazán egy közösségnek, egy településnek az ereje. Ezt láthattuk ma is, és ezt láthatjuk, hál' Isten, Szederkényben, itt a környezetünkben, bármára megyünk. Mitől nyugdíjas barát egy önkormányzat? Én azt gondolom, és ezt el is mondtam nekik az idősek napja alkalmával, hogy
nagyon büszkének kell lenniük magukra, már csak azért is, mert a mostani generáció és a fiatalabbak is mind-mind nekik köszönhetik azt velem együtt, amik mi jelenleg vagyunk, és amit itt képviselni tudunk, hogy ilyen körülmények között, egy ilyen világban, egy ilyen településben élhetünk. Ez az ő érdemük. Leketjeg majd jó pár évtized, ha nyugdíjas lesz, szeretne egy ilyen klubba tag lenni? Mindenképp. Sőt, szerintem én ugye korábban is szerettem a társadalmi szerepvállalásokat, ez bízom benne, hogy ez jelen lesz az egész elkövetkezendő életemben, úgyhogy akár még ilyen vezetőségi tag is lennék szívesen egy ilyen jó közösségben. Elnök úr, most már elégedett és nyugodt lehet, véget ért a műsor és ajándékoztásaik éppen. Lezárul az esztendő a Nyugdíjas Klubnál. Hát még nem éppen, mert még van rendezvényünk. Most én még estére elmegyek és be kell számolnom az Egyesület éves munkájáról. Holnap színházba megyünk még a Pécsi Nemzeti Színházba, és 31-én a szilveszter, abban zárjuk majd az évet, úgyhogy van még tennivaló. Itt nem lehet megállni egy percese, ugye? Nem. Egész évben nagyon jó programok voltak, nagyon sok programunk volt. Azt hiszem minden hétre volt, hogy 2-3 is jutott, és nagyon boldog vagyok, hogy ennyit tehettünk, hogy a szederkény nyugdíjasok jól érezték magukat egész évben, és nagyon sok programban vehettek részt. Ezt a mennyiségre nem lehet panasz, de a minőségre sem, és talán ez az egyik legfontosabb, hogyha összejönnek, akkor jól érezzék magukat. Hát én azt hiszem, hogy nem volt olyan rendezvényünk, ahol úgy ment volna el valaki olyan szájízzel, hogy nem érezte jó magát, mert akár a vidéki vendégeink, akár a helyi nyugdíjasaink minden alkalommal, amikor elmentek egy-egy rendezvényről, azért csak megköszönték, odajöttek hozzám, megköszönték, és hogy jól érezték magukat, és nagyon örülnek neki, hogy ilyen programokat szervezünk a számukra részükre. Persze, elnök úr, hálás lehet annak a kemény magnak, aki a szervezésbe besegít, hiszen ezt egyedül ön sem bírna. Ez pontosan így van, és avval kezdtem mai napot is, a köszöntő után, hogy megköszöntem minden tagnak, amit tett, mert itt nem egy ember, hanem a tagság, aki 169 fő, ilyen nincs is a megyében, ilyen nagy egyesület, és még országosan van sok, mondjuk, vagy nem hiszem, hogy van ilyen kis faluba. Tehát ez a 169 ember, ez nagyon sokat tett azért, hogy a községbe a nyugdíjasok jól érezzék magukat, a nyugdíjasoknak megfelelő programban részt vehessenek. Itt bármelyik foglalkozásban vesz részt valaki, lehet az énekkar, táncos vagy éppen színjátszó, egyrészt tesz a közösségért valami plusz, és saját magáért, az egészségért, hogy jól érzi ott magát. Pontosan így van, az egészség nagyon fontos. Nagyon sok depressziós ember van, főleg az idősek között. De hát ez a lényeg, hogy az emberi kapcsolatok által olyan közösségek jönnek, kis közösségek jönnek létre, ahol szívesen eljönnek. És van, aki táncol, énekel, színjátszóban van. Tehát jól érzik magukat az emberek, és ezért nagyon jó ez az egyesület így, hogy az embereknek ez a sok programban részt tudnak venni. Vannak olyanok, akiknek a családi karácsonyt gyakorlatilag ezek az összejövetelek pótolja? Igen. Nagyon sok ember van, akinek már vagy nem lakik itt a közelben a családja, vagy külföldre távoztak, vagy mit tudom én. Nagyon keveset tudnak lenni a családtagjaikkal, de az, hogy a napi kapcsolatokban vannak, ott a klubon belül meg lehet oldani, meg az egyesületi rendezvényeken ezt meg lehet oldani, tud kommunikálni, beszélgetni, szórakozni. Szép és áldott karácsonyt kívánunk, és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt. Én nagyon szépen köszönöm nektek is, és külön köszönöm a Bolyi
televíziónak, hogy ilyen sokszor meglátogattatok bennünket. Köszönöm neked, Zoli, az operatőröknek, hogy ennyiszer meglátogattátok az Egyesületet, és vittétek a hírünket mindenhova a megyébe, úgyhogy akárhova megyünk, mindenhol mondogatják, hogy hát megint csináltatok valamit, ma megint. És én is szeretném nektek megköszönni, egy kis ajándékot, egy kis szuvenírt készítettem nektek is karácsonyra, és családnak, mindenkinek boldog új évet kívánok! Az egész évben aktív szederkényi nyugdíjasok karácsonyi programjukkal feltették az íre a pontot. Egy nagy összetartó családként ünnepelték egymást, s hogy együtt lehettek ezen a csodálatos napon. A Budapesti Operett Színház és a Madách Színház művészei Álcák Gergely és Borbély Rihárd adtak fergeteges estet, melyen a musical és operett dallamok mellett örökzölt slágerek és egyéb meglepetés dalok is elhangoztak az Erzsébet Vigadóban. A Budapesti Operett Színház és a Madách Színház művészei Álcák Gergely és Borbély Rihárd adtak fergeteges estet az Erzsébet Vigadóban, melyen a musical és operett dallamok mellett örökzölt slágerek és egyéb meglepetés dalok is elhangoztak. Pont azt beszéltük éppen az előbb a kollégával, ő hozott kocsival bennünket, hogy beérkeztünk Bóly határába, és úgy megdobbant a szívem, hogy tényleg újra hazajöttem. És érdekes érzés ez, hogy most valóban művészként, mint sem egyházi berkekből szabadulva táborvezetőként, de jó itthon lenni. Persze a színpadi sikerek is predesztinálták a teltházat, de szerintem egy kicsit ráerősített maga a tábor is erre a mai teltházra. Hát abszolút, és nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük azt, hogy érdeklődnek irántunk. Mert szeretnénk egy kicsit meghonosítani az operett, musical és a táncdalok világát, ahogy mi csináljuk ott a nagy székes fővárosban. Szokványos, hogy ti ketten együtt éneket? Teljesen nem szokványos. Annyiban különleges ez a dolog, hogy a menedzserünk közös, és most, hát legutóbb augusztusban volt közös koncertünk, öten voltunk akkor egy élőzenekarral, a Zsámbékon a Romtemplomnál. Én rengeteg szerepeket játszottam most az őszi időszakban az Operett Színházban, próba folyamaton volt egy ősbemutatón, az Orfeum Mágusán, úgyhogy
tessenek jönni, nézzék meg. Ricsi több ideje volt, úgyhogy Kata szervezte a koncerteket, de szerintem ő majd az ő munkásságáról fog talán beszélni. Budapesti Operettszínház, most már karakterszerepek, de hát ha minden igaz, akkor Dubájba dölt el mindez, hogy te karakterszerepekbe kerültél. Így van, 2019. februárjában voltunk egy vendégszereplésen Dubájban, 3 eladott ház volt a Dubai Operában, a Vígözvegy című Lehár operettel német nyelven, és hát az első előadást még a kollega megcsinálta, a következő napon, a második előadásnál, hát én gyanútlanul mentem a Burj Khalifára, a tetejéről belenéztem a világba, és jött a telefon, hogy lebetegedett a kollega, a kollégákat, a művészeket, vezető művészeket kérdezték, hogy kivállalnál, senki nem merte német nyelven, hát ott van az Altszak, hát sváb gyerek, ne bijed meg a saját árnyékától, vállalom-e? Másodperc tölt rész alatt igent mondtam, úgyhogy 3,5 óra alatt gyakorlatilag beugrottam a Burj Khalifáról az alatta levő operaházba, és akkor innen indult tulajdonképpen ez a szereplés, illetve a karakterszerepeknek a megtalálása, hol ők találnak rám, hol én találok rájuk. Ne kérdezd miért ez a szerelem, haj van a fejemben, jaj, mi legyen, szőr borít teljesen. Oké, nem. Ollód, ez sose lát, nő, mint dzsungelfát, nő. Népszerű televíziós sorozatok sztárja érkezett ma ide musicalekkel és gyerekelő operett részletekkel. Hát nem áll tőle távol az éneklés, hiszen 2014 volt az X-Faktor siker? Igen, 2014-ben volt a X-Faktor, igen, nevezhetjük sikernek igazából, mert azért sokban hozzájárult az én színházi karrieremhez érdekes mód. De az éneklés az 12-3 éves korom óta ugye az életem része, tehát hogy az egész színház nekem a zenén keresztül. Jött. Filmezés szereted jobban, vagy tényleg a színpadi produkciókat, az éneklés világát? Nagyon más, hogy terhelre mind a kettő. A filmezés is, mind a kettőt igazából egyformán szeretem. A besugó az egy ilyen csodálatos örömmunka volt, és olyan barátaim lettek, sőt, szerintem majdnem mindenki, sőt, talán azt mondtam, mindenki. Ez olyan csapatmunka lett, pedig 98%-át a kollégáimnak ott ismertem meg, és azóta is nagyon szoros baráti kötelék köt minket össze, hál' az égnek. A színház az egy másfajta leterhelés, vagy terheltséget szokott hozni, de azt meg azért szeretem, mert azért az egy, mondjuk a madásban 2-3 hónapot próbálunk, és azért ott fent a pillanat műve azért a színházban, hogy ott megcsinálni, ott énekelni, táncolni, szöveget mondani, nem tudom, az ugye nagyon-nagyon komoly adrenalint ad nekem. A film az más miatt ad nekem. Ott az a munka sokkal kisebbek, finomabb mimikákkal dolgozunk, tehát mind a kettő, én nagyon külön szedem mind a kettőt, bár a szakma, tehát egy szakma, de mind a kettőt másért szeretem, azt hiszem ez a legjobb válaszra. Semmit nem visztatok ma véletlenre, megjöttetek, és már is azért bepróbáltatok, és hangpróbák, beállások vannak. Mindig így kell ezt csinálni? Így illik készülni egy koncertre? Igen, úgy kell készülnünk, vagy hát úgy készülünk mindig, hogy legalább 2 órával, vagy 1,5-2 órával a koncert kezdete előtt azért itt vagyunk, hogy főleg, hogyha mondjuk 2-en vagy 3-an vagyunk, akkor a közös dalokat megnézzük, akkor mindenki beáll a saját mikrofonjával. Meg hát nekünk is jobb egy kicsit így aklimatizálódni a környezettel, hogy éppen mi az, honnan jövünk be, hova megyünk ki, akkor még jönnek az ötletelések, hogy mi lenne, hogyha te onnan, és akkor egy csomó jó ötlet ilyenkor azért megszületik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, így illik meg minimum 1,5-2 órával érdemes azért oda menni. Mik a tapasztalatok? Hát Budapesten nagyon megy a musical és az operett világa. Ha vidékre jöttök, akkor megtelnek azért a színházak? Szeretik, imádják az operettet? Nagyon érdekes, ez egy nagyon jó kérdés. Igen, nyilván Budapesten azért könnyebb a budapesti embereknek, mert azért tudnak választani, rengeteg színház van, hál' az égnek,
és mindenki meg tudja találni a közönségét is, a színházak is megtalálják, illetve a közönség is megtalálja azt a színházat, ahova szeretne menni. A vidéken azért általában van egy nagy színház, mondjuk az egyik megyében, és általában oda járnak az emberek, de én nekem van szerencsém több utazó színház is együtt dolgozni, például a Veresét Színháznak a padlás produkciójával, amit bárhova viszünk, hatalmas siker övesz folyamatosan. Tehát az emberek azt gondolom, hogy a zenés darabokkal nem lehet mellélőni. Persze, de lekopogom, oké, lehet, hogyha az ember nagyon ilyen félváról veszi, rossz rendezéssel, vagy akár rossz színészekkel, akkor lehet, akkor meg lehet buktatni, de alapvetően azt gondolom, hogy vidéken is, mint Budapesten, ugyanúgy szeretik hála az égnek a zenés darabokat. Legyen az operett, legyen az musical, de legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy mindenhol várnak, vagy vágynak az emberek. Nem tudom, lehet a mostani világ miatt is, a zene azért az mindig jó, a lelkünk fáradtságát a zene azért enyhíti, és lehet, hogy emiatt, de hál' az égnek mindenhol szeretik. Fiatal ember vagy, de azért már gondolom, bejártad az ország javát, amikor mész valahova, tudod-e, vagy vakrepülés, hogy hova fogsz érkezni. Most úgy tudom, Gergő azért elárult neked sok mindent Bolyvárosában. Igen, Bolyvárosában most jártam itt először, de pont mondtam, hogy ugye Pécs nincs annyira messze, és az egyik sógorom, ő a Pécsi Nemzeti Színháznak a színésze, úgyhogy a környéken, ha lehet ezt mondani, akkor a környéken azért járok. Nagyon sokszor van olyan, tehát tényleg, nem tudom, hát lassan 20 éve vagyok a szakmában, és nagyon kevés olyan hely van, tehát mondjuk mondhatom azt, hogy minden megyében megfordultam, de azért vannak kisebb falvak, kisebb városok, ahol azért nem. De általában most már, hogyha jön egy felkérés, akár egy koncert, vagy akár azt mondja az egyik utazó színház például, hogy most ide megyünk, akkor azért van fogalmam róla, hogy hova megyünk, tényleg sok helyen voltam. De igen, a Gergő nagyon méltatta ezt a helyet, és ahogy jöttünk be, egyből kaptunk is, pedig azért már ilyen fél öt környéke volt, azt hiszem, hogy beérkeztünk a városba. Még be se érkeztünk a városba, de már elkezdte mondani nekünk a Gergő. És itt ez volt, és itt egy tűzrakás volt nyáron, és 5 hónappal ezelőtt, és megérkeztünk, és akkor mondta, hogy hát te mit csinálsz a telefonodon? Mondom, internetet keresek. Jó, már mondom, és akkor mész fel, és már mondta a wifi kódot is mondta, tehát hogy annyira benne van a Gergőben az, hogy itt milyen jó volt. Úgyhogy kaptunk egy kis idegenvezetést is, amíg ide értünk igazából a belvárosból, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk mi is ezt a koncertet. Van. Nagy utazás, nagy zenei utazás lesz a mai koncert? Remélem, hogy igen, mindenből csíp egy kicsit minden musicalből, tehát vannak komolyabb hangvételű musicalek, vannak vidámabbak, vannak komolyabb. De operettben azért ez könnyebb, de ott operettből is hoztunk, azt hiszem talán mind a két féléből vannak, itt ezt elosztottuk a Gergővel. Hoztam az egyik legjobb barátomat, egy kis gitáromat, amit néha beleszoktunk itt csempészni a koncertekbe, mert van egy-két nóta, amit mindenhol ismernek, és mindenhol előszeretettel énekelnek. És ilyenkor annyira szeretem, hogy akkor nem egy zenei alapra történik ez az egész, hanem ott akkor van lehetőség arra, hogy megállunk, és akár együtt énekünk a közönséggel. A teltházas koncert során a vendégsztárok széles spektrumon válogattak a jobbnál jobb dalokban, no és műfajokban. A közönség pedig követte őket ebben a különleges szárnyalásban.
25 éves jubileumát ünnepelte a Villányi Fúvós Zenekar. Az együttes egykoron Ámány György irányításával indult el a sikerek útján, a mostani gálán viszont már Juhász Tibor vezényelt. Éves fennállását ünnepelte a Villányi Ifjúsági Fúvózenekar. A jubilami koncertre a Villányi Művelődési Házban került sor. Májer István, a város polgármestere, majd Troszt Erzsébet, a német önkormányzat elnöke méltatta a kiváló zenekart, felidézve egyben a 25 év mérföldköveit. A mérleg pedig több mint 400 fellépés, az évek során százat meghaladó zenekari taglétszám és megszámlálhatatlan örömteli pillanat, amit a muzsikájukkal szereztek hallgatóságuknak, mindez köszönhető saját maguk kitartásának, a megálmodóknak, a mecénásoknak és a kiváló karnagyoknak. Mint az már többször elhangzott, Ámány György volt az alapítója ennek a zenekarnak, és hát évtizedeken keresztül gyakorlatilag vezényelted ezt a zenekart. Milyen érzések vannak most benned így 25 év után? Hát örülök annak, hogy a zenekar most a szomszéd várossal együtt ilyen szép nagy létszámban játszik. Örülök annak, hogy régi számok kerülnek elő, amiket valamikor én babaszról hoztam, és az unokámat is hallottam játszani. Igen, az életben tartás a legfontosabb egy ilyen zenekar kapcsán. Babarcon is ezt sikerült bebiztosítani, és úgy látszik, hogy Villányban is a jövőt. Igen, mert manapság a fiataloknak rengeteg lehetőség van szórakozni, bálóba menni, mulatni, autóval járnak már, és a zene az viszont nagyon kötött és nagyon fegyelmezett játékot jelent. A sport és konkurenciát jelent a tánc is babarcon, úgyhogy nehéz együtt tartani együttest. De ha visszakanyarulunk ide Villányhoz, egyértelmű, hogy ez a zenekar a várossal együtt várossá is vált, Villány időközben a zenekar pedig egy nagy zenekarra. Ehhez azonban idő kell, tehát amíg összekovácsolódik egy társaság. Amikor ide jöttem, akkor zenét kezdtem oktatni, akkor egy év után azt mondtam a Troszt Erzsébetnek, hogy Erzsi, szerintem itt kellene egy zenekart csinálni. Rám nézett, de miből, tanár úr? Ezt soha nem felejtem el. És a Troszt Erzsébet előteremtett mindent, nekem csak a szakmai dolgokat kellett előteremteni, de akkor még a város nem így nézett ki. Még szennyvízet kutattak, vagy építgettek, még sok minden volt olyan, ami mi babasz, akkor már meg volt nálunk már. Mire vagy a legbüszkébb a Villányi Fúvózenekar kapcsán? Hát az, hogy a fiam is 7 évig itt karnagyoskodott, és hát most már van egy olyan mű, ami az én nevemhez fűződik, amelyikben dicsérjük a nagyszerű Villányi bort. Köszönöm és szépen. Van Villányi kurva.
említett álmának közül Balázs már befutott ide a koncert helyszínére. Szerintem megszakadt volna a szíved, ha ma nem lehetsz itt ezen a gálán. Így van, hát mindenképpen fontosnak tartottam azt, hogy ma itt jó érezzük magunkat, megjelenjünk. Magam részéről a Villányi utánpótlás és Pöttöm zenekart vezélem ma. Ezzel kezdjük a műsort, úgyhogy várjuk a fejleményeket. Persze te a nagy zenekarnak is voltál karnagya, összesen hány éven állt? Biztosan nem is tudom ezt megmondani. 2000-es évek közepén együtt, igazából apám már csinálta akkor, tehát dolgozott, én meg akkor kerültem ide. Milyen érzés vezényelni egy ilyen ifjúsági zenekart mondjuk itt Villányban, ahol mindig nagy tömeg van a rendezvényeken? Hát óriási felelősség, de a végén a siker az megér mindent. A családok, a város mind végig támogatta ezt a kezdeményezést? Így van, hát a nemzetiségi önkormányzat, a város mind végig mögöttünk állt, anyagilag, pénzügyileg, minden téren, és hát így nem azt mondom, hogy könnyű volt, de nagy előnyünk volt más zenekarokhoz képest. Lélegzett visszafolytva fogod hallgatni a mai koncertet? Így van, hát nagyon izgulok, így van, de sajnos a fél idő alatt el kell sietnem nekem is, mert Babarcon folytatjuk a... Kötelezettséged van. Így van, máshol is kötelezettség van, sajnos el kell mennem a fél időben. Gratulálunk az itt eltöltött évekhez. Köszönöm szépen. Német önkormányzat elnökével beszélgetünk arról, hogy 25 évvel ezelőtt mi volt az az impulzus, ami alapján elindult ez a zenekar, és mit kapott Villány és ez a térségettől a zenekartól negyed évszázad alatt? Tulajdonképpen akkor, amikor a nemzetiségi önkormányzatok megalakultak, már volt két kórusunk, meg volt színjátszó csoportunk német, meg volt kis tánccsoportunk, és akkor célul tűztük ki azt, hogy legyen egy fúvózenekar a Villánynak. Ez volt az indító. Az első hívószóra érkeztek a fiatalok? Hát azért az úgy nem ment, meg természetesen hangszereink sem voltak. Máza Szászvár itt volt nálunk szerepelni, és azt mondták, olyan 32 zene ül a színpadon, és 1 milliós a hangszerállomány. Mondom, akkor Villánynak nem lesz fúvózenekara, mert se a falunak, még falu voltunk, se nekünk nincs erre pénzünk. Ezzel szemben egy év múlva 12 gyerekkel be tudtuk indítani a zene oktatást, a szülők vállalták, hogy fizetik a díjakat, hangszert meg a partnerkapcsolati pénzekből, illetve saját önkormányzati pénzből tudtunk venni, és így megindult a zeneoktatás, és 2 év után, miután Ámán György tanár úr már egy évig itt volt nálunk, évzáron kiállított 13 gyerekkel egy kis zenekart. Eszméletlenül örültünk neki. Mondhatjuk, hogy ez a negyed évszázad, ez egy sikertörténet? Hát mondhatjuk. A nulláról indultunk, ugye zenészeink sem voltak, és onnan épült föl a zenekar, bővült a taglétszám, néha igaz, egy kicsit kevesebben is lettünk, de aztán most meg egy nagyon-nagyon szép számmal dolgozunk. Szóval meneteltünk előre. Mondhatjuk, hogy az aranykorszak az Ámánokhoz köthető? Igen, 22 év volt az Ámán korszak, a beszédemben még is említem ezt. De természetesen rengeteg élménnyel, rengeteg úttal, kirándulásokkal tarkítva a sima hétköznapok, és hát az országos minősítőkön is megálltuk a helyünket. 4-5 minősítőn voltunk, 2-ről ezüst, 3-ról alannyal, így eljutottunk az országos fesztiválokra, és onnan 3-szor gáladíjjal jöttünk, ami a legmagasabb kitüntetése a magyarországi német csoportoknak. Manapság nagy divat értéktárakat létrehozni akár településeken is. Ha van ilyen Villányban, akkor biztos, hogy benne van a fogózenekar. Lehet, hogy nem csak mint zenekar, de az egyesület mindenképpen, és mi nálunk az egyesület fogja össze a zenekart is, a táncosokat is, sajnos kórusaink nincsenek már, de így egyesületként benne vagyunk. Milyen lesz a következő 25 év?
Én is kíváncsi leszek rá. Remélem, hogy nem rosszabb, hanem még jobb, mint az eddigi. Polgármester úr, elhallgatva itt a fiatalokat, azt hiszem, hogy életerő költözik mindenkibe, aki a teremben van, hiszen életerőt sugároz ez a zene. Igen, megmondom őszintén, hogy nagyon büszkén ültem itt a közönség soraiba, mint Villányi is, meg polgármester, meg aztán pláne, hogy látva azt a csapatot, akik ezt az elmúlt 25 évet produkálták az elmúlt időszakban, meg látva, meg örömmel töltve azt is, hogy azért van utánpótlás, van a fiatalok, akikre lehet a jövőben is számítani. 25 év sikertörténet, azt hiszem, hogy meg annyi generációt érintve, hiszen nagyon sokan megfordultak ebben a zenekarban negyed évszázad alatt. Igen, hát ahogy Trossz Erzsébet is elmondta, kicsit betekintést adott a zenekarnak az életébe, azért 25 év alatt nagyon sok minden történt, nagyon sok ember sok mindent tett ezért, és hát legalább egy, de inkább két generáció nőtt föl a kezdetekkor, és hát egy közönség soraiba pedig látom is azokat, akik esetleg az előző vagy az első időszakokban voltak aktív szereplői ennek, illetve most azokat, akik a jelenlegi történetnek az írói, és beleértem ebbe azokat a szülőket is, akik mondjuk a gyerekeiket támogatják és segítik. Befektetés a jövőben nyugodtan mondhatjuk a zenekar támogatása kapcsán, hiszen ezek a srácok fellépnek meg annyi Villányi rendezvényen is. Igen, és hát tényleg megható ezeket a pillanatokat így átélni, mert olyan minőség és olyan színvonalas programot produkálnak, hogy le a kalappal, büszkék vagyunk, meg büszkék is lehetünk rájuk, és hát azt gondolom, hogy a mi dolgunk nem is lehet más, mint amikor csak lehet ezt a munkásságot elismerni, és lehetőségeinkhez mérten, ahogy ez a múltban is úgy volt, így a jövőben is így lesz támogatni a törekvéseiket. Villányi Ifjúsági Zenekar jelenlegi karnagyával beszélgetünk a gáláról. Mit jelent számodra ez a fúvós zenekar? Sokáig te kívülről figyelted az itteni teendőket. Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatom ezzel a kiváló kis csapattal. Villányban 25 éve alakult meg a fúvós zenekar Ámán Gyuri bácsi vezetésével. Azóta kettő karnagy kollega váltotta egymást, a fia Ámán Balázs, Kovács Zsolt, és jelenleg én vagyok az együttes vezetője január 1-től. Nagyon sokat jelent számomra ez a csapat, meg a környezet, Villánytelepülés és a környező, illetve az a borvidéknek a jellege, és az, hogy rengeteg fellépésünk van, és meg tudjuk mutatni, hogy mit tud a csapat produkálni. Milyen alapokat vettél át? Gyakorlatilag, amikor a staféta te kezedbe került, milyen állapotban volt ez a zenekar? Hát egy kicsit lecsapant a létszám, mondjuk a két éves Covid után jöttem én, illetve hívtak ide, tehát egy olyan 15-16 fővel vettem át a csapatot, és jelenleg olyan 30-40-en vagyunk. Sikerült visszacsábítani a fiatalokat az örömmuzsikáláshoz.
Hogy készültetek a mostani gálára, milyen repertoárt hallhat a nagy közönség? Nagyon vegyes műsorra készültünk, mivel hármas funkciót terveztünk erre a koncertre, tehát a 25 éves jubileumi koncertet, akkor az éves munkánknak az összegzése és az advent, illetve a karácsony várása. Így alakítottam ki a műsort a mai este folyamán. Mi a tapasztalatod, a villányiak szeretik a fúvószenét? Az a tapasztalatom, hogy szeretik. Igaz, hogy a sok munka mellett nagyon változó próbalátogatottság, ezen kellene javítani, hogy minél intenzívebben jöjjenek a fiatalok próbára, de nagyon jó a visszhangja a villányban, és megvan a szakmai, erkölcsi és anyagi támogatottsága. Arról nem is beszél, hogy villányban, amikor nagy fesztiválok vannak, sok ezer ember hallgatja ezt a muzsikát. Igen, az főleg minden évben egy komoly felkészülést igényel a Rozé Fesztivál, a Péntek Villány, a Vörösbor Fesztivál, ami, mivel tudjuk, hogy az ország minden részéből, sőt, nemzetközi a fesztivál, így úgy készülünk, hogy a repertoárunkban minden megtalálható legyen, a sváb zenétől egész a komoly zenei átiratokig. No, de ma a villányiak lesznek itt, úgyhogy, ahogy említetted is, örömmuzsikálás lesz. Örömmuzsikálást terveztünk, úgyhogy nem is izgulok én sem, a csapat sem, felkészültünk, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok. Szenzációsan sikerült jubileumi koncert ékes bizonyíték annak, hogy a befektetett munkának megérik a gyümölcse. Esetünkben egy 25 éve kiválóan teljesítő zenekarról beszélhetünk, amely mindvégig jó volt menedzselve, és nagy tudású karnagyai voltak. Napjaink című közéleti magazinunkat látták, találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt.